szépen, Jóvasi Tamás vagyok, és azt hiszem, hogy nagy bátorsággal és mindenféle nagy képviség nélkül kijelentettem, hogy a végrehajtásokkal én foglalkozok legvégebben, illetve mi szakmai csoportunk foglalkozik a végrehajtókkal. De mielőtt ebben mennék és erről mondanék bármit is, én hadd mondjam el, hogy és csak elállítsam fel, hogy az előző megbeszélésen a Dániellel, illetve azzal a beszélgető csoporttal, akik akkor a kerekasztalnál ültünk, megegyeztünk úgy tudom egy hármas pontban. Megegyeztünk abban, hogy a parlamenti pártoknál, parlamenti képviselőknél fogjuk kérni, illetve szükség van arra a pontra is, hogy ők a parlamentben nyomják a dolgokat, szükség van egy utcai harcra, és szükség van az ügyvédekre, és csak ez a hármas pont fog működni. Egyetlen egy dolog, volt a Takács Andrásnak egy nagyon jó ötlete, van a Zsoltnak a büntetőügyi része, és most én azt gondolom, a Póka Lacinak megint volt egy ötlete, a Bélának akkor volt egy nagyon jó ötlete, hogy ezek nem lettek sem akkor, sem most megfogalmazva. Én azt kérném, itt most mindenkitől, és fogadjátok el ezt tőlem, hogy minden egyes pontot, a Zsoltot, mondjuk azt, hogy Zsolt szakmailag felkészült arra, hogy büntetőügyileg az egész ezzel kapcsolatos dolgot vigye, vezesse, képviselje. Ügyésztek? A Póka Laci, a Béla, és vagyunk még itt ügyvédek is, akik minden egyes területen tudunk. Itt most határozzuk meg, kérlek benneteket, nem kinevezünk itt vezéreket, félre ne értsetek, itt egy felelősöket állítsunk fel, akik holnap reggeltől, nem szeptember 9-től, holnap reggeltől aktívan maguk közé vonva, maguk mellé állítva, akik értenek ahhoz a területhez, olyan szakmai csoportokat, akik kidolgozzák azt, hogy mi a megoldás, nem két hét alatt, hanem a lehet 3 vagy 4 nap alatt. Mi történt? Engedélyt kértünk a demonstrációra délbe, este 9-kor érkezett a repülő, a TEC kín volt, és a belső, hátsó kiáraton az összes bírót, akit elvittek nyaralni, a kamara pénzén kimenekítették, mert védett személyt. Ez mind bizonyíték, ezt mind vissza lehet keresni. Ezeket az aktákat, amiket esemlődök, és tovább megyek. Emberek, beszélünk az OTP faktoringról, beszélünk mindenféle követelés kezelő bűnözőkről. Az összes feljelentésüket így lepöccölik. Az OTP faktoring ellen nem lehet feljelentést tenni, és a legnagyobb maffiózó, a legnagyobb ingatlan maffiózó. Oda kell mennünk, ütnünk kell őket, nincs időnk várni, bele kell lihegnünk a fülükbe, de és ott kell állni. De vannak a bizottsági tagok, meg IT tagok, azokat nem lehet szólni. Mondjam, hogy ki az? Tudom. Mondd ki. Péter Sándor. Jó, de most ugye per pillanat nem adnál én valakit. Most egyszerűen nem lehet. Ezek a tények. És ez nem dumálok, nem mellé dumálok. Én ezt mind leteszem bármelyikötöknek, de ilyen vastag anyag. Ez ilyen vastag anyag. Ez bent volt, összeállítva, végigment ahány ügyészséggel lehetett. A Vasmegyei Nyomozó Ügyészség, illetve a Budapesti Nyomozó Ügyészség az egyetlen olyan ügyészség, aki a Császti ellen már tenni valamit, majd egy másodperc alatt a Polt Péter elmozdította, amikor a Császti letartóztatta, házkutatást tartott az irodájába, fölforgattak mindent, egy órán belül kim volt, és a Polt Péter elmozdította a Falvai Zsoltot a helyét. Ennyi. A végrehajtók ellen nekünk kell oda mennünk, az összes követelés kezelő ellen nekünk kell oda mennünk. Az embereket én, amikor felhív telefonon, mit csináljon? Az az első kérdésem, van-e vasvillája? Mert aki oda megy, és bemegy az ajtón, az bökje le. Nem tudunk emberek más mondani, higgyétek el, mert ha mi azt mondjuk, hogy hát majd mi oda megyünk, majd mi segítünk, ő soha nem fogja megtenni azt, és tőlünk várja el, hogy a követelés kezelő meg a rohadt bűnöző ne menjen oda. Hát ha én oda megyek, most gyerekek, bármelyik költökhöz oda megyek, adja a telefonomat, mit csináltok velem? Az a minimum, hogy orba vágtok, nem? Akkor miért nem csinálja meg a nép, ha oda megy hozzá valaki? Vagy telefonon zaklani? Miért nem tudjuk ezt elmondani? És jó volt, hogy a médiában... De segítsünk akkor nekik emberek, akkor mi mondjuk? Akkor legyen ennek is egy felelőse, és akkor menjünk be a médiába, vagy kérjünk egy média oldalt, vagy valamit csináljunk, de ezt napvilágra kell hozni. Vagy mit csináljunk egy médiás felületet? Semmit. Ezt itt ma, legyetek szívesek, kérlek benneteket, hogy ezt itt mind tisztázzuk. Én nem akarok tovább menni. Tiszta ügy.
utca vagyonvernőket, itt más megoldás nincs. A lincselés emberek nem bűncselekmény. A lincselés nem bűncselekmény. Francisco, hogy emberek nem jelentettek föl az állat. Köszönöm, hogy mondták,